milyen jó lenne most ezt a témát egy olyan helyszínről megoldani, ami egyébként a leginkább passzolna, mert hogy a strandokról, meg a fürdők megnyitásáról fogom majd beszélgetni vendégünkkel, Szűcs Ildikóval, a Budapest Gyógyfürdő és Hévvizei ZRT vezérigazgatójával. Kezdjük csak, ami jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok én is! Igen, csak azért nézek egy kicsit oldalra ki, mert ugye a kamera az pont velem szemben van, a control monitor majd ide tolják a kollégáim egy kicsit a kamera tengelyébe, köszönöm szépen, így már jobban látjuk majd önt is, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy akkor mire számítanak most a fürdőzők, illetve az üzemeltetők, hogy ellepik vajon most a fürdőzők majd a strandokat? Az elmúlt hetek során azt már nagyon sok telefont kaptunk annak érdekében, hogy mikor nyitunk, tehát nagyon sok érdeklődőnk volt. Amikor szombaton a kormányrendelet megjelent, ami Budapestnek ugye a korábbi szigorításait feloldotta, akkor egyértelmű volt azokból a telefonokból, napi több száz telefonból, hogy nagyon komoly az érdeklődés, szeretnének a vendégeink visszajönni, strandolni is, és a fürdőkbe is. De az nagyon fontos, hogy milyen előírásokat kell betartani. Ugye tegnap láttunk például olyan híreket, igen, hogy a közparkokban például karikákkal jelzik, hogy hova lehet letelepedni. Amerikában. Amerikában. Ez egyébként lehetne megoldás a magyar strandokon is, hogy hova teheted a törölköződet, mert valahogy biztos, hogy biztosítani kell azt a személyes teret a vírus miatt, hogy nem? Vagy azt gondolom, hogy ezek ilyen óvintézkedéseket be kell vezetni. Igen, nagyon szigorú szabályok azok, amelyeket életbe kell léptetnünk. Az első ilyen szigorú szabály például, ami korábban nem volt, hogy muszáj papuccsal jönni a strandra, mert a strandon lévő helységeket, mellékhelységet, öltözőt csak strandban lehet majd, vagy csak papucsban lehet majd megközelíteni. A másik ilyen szigorú szabály, ami azt gondolom megint nagyon fontos, hogy nekünk fertőtlenítenünk kell minden helységet, minden korlátot, a korlátokat például itt a mögöttem lévő korlátot például fél óránként, a mellékhelységeket, az öltözőket óránként, hogyha játszóteret vesznek igénybe gyerekek, akkor azt legalább naponta kétszer, de használat után. Tehát nagyon-nagyon komoly, szigorú szabályok vannak. Mérnünk kell a víznek a biológiai összetételét, néznünk kell a víznek a hőmérsékletét. Tehát én azt gondolom, hogy az üzemeltetőkre is olyan szigorú szabályok vonatkoznak, amelyek korábbiakban nem voltak. Ha már a területről beszélünk, ugye, amit önök is említettek, akkor az egy fontos szabály, amit a Nemzeti Népegészségügyi Központ életbe léptetett, mégpedig az, hogy a medencék vonatkozásában egy főre vetítetten 4 négyzetméteres területet kell számítanunk egy vendégre, a szabad területen pedig 16 négyzetméter. Ezt hogyan fogják ez egyébként? Jelenti, hogy a korábbi vendég... Hogyan fogják ezt egyébként betartatni, ellenőrizni? Kinek a feladata lesz ez, hogy majd, ezt nem mondom, hogy calstokkal, meg mérőszalagokkal szaladgáljanak ott az úszómesterek, de hogy fog ez majd a gyakorlatban működni? A gyakorlatban, hogy fog működni, azt gondolom, most mindenki nagyon sokat gondolkodik rajta, nem csak Magyarországon, hanem Európában, mert folyamatosan nézzük a környező országokban is a hasonló szabályokat, milyen módon fogják betartatni az üzemeltetők. A 16 négyzetméter az azt gondolom, hogy viszonylag könnyen kialakítható, hiszen pontosan tudjuk, hogy itt például a Csillaghegyi területen több mint 75 ezer négyzetméterünk van, hogyha azt elosztanánk 16-tal, akkor lehetne tudni, hogy hány vendéget engedünk be. Ennél sokkal szigorúbbak a medencére vonatkozó szabályok, mert a kettőt együttesen kell figyelembe venni. Hogyha kiszámoljuk, akkor itt nagyjából 400 vendéget engedhetünk be a jelenlegi szabályozások szerint, ami egy komoly problémát okoz egyébként az üzemeltetőknek. Itt Csillaghegyen például tavaly nyáron több mint 2800 vendéget lehetett egyidejűleg beengedni a strandra. Most ez a szám nagyságrendileg nem éri el a 400-at, 392, ha jól emlékszem. Hát, ha jól értem, tehát akkor nyilvánvalóan bocsánat, hogy... nagyon komoly szab... Bocsánat, hogy félbeszélünk, tehát a vendégek ötödét engedhetik be mostantól kezdve, és ez egy csomó kérdést felvet. Az egyik az, hogy hogyan vesznek ők jegyet, vagy az nyer, aki hajnali ötre oda megy sorban állni, vagy elektronikusan időpontra lehet esetleg jegyet vásárolni. És a másik az, hogyha ekkora a bevételkiesés, viszont van egy csomó plusz teher, hogy fertőtleníteni, stb., hát ezt valahogy ki kell gazdálkodni, tehát ez nagyon komoly veszteséget jelent.
Ez így van, nagyon komoly veszteséget jelent, ezért a Nemzeti Népegészségügyi Központ felé fordultunk, hogy ennek a szabályozásnak valami fajta átalakítása meglegyen. Nyilván tisztában vagyunk azzal, hogy a tisztasági, higiéniai feltételeket be kell tartani, és ezt mi maximálisan szeretnénk is betartani, de azt gondoljuk, hogy a 16 négyzetméter egy főre vetítve, mondjuk egy négyfős családnál 64 négyzetméter valószínűleg nem életszerű. A medencék vonatkozásában is nagyon érdekes, hogy ugye egy úszómester nem fogja tudni megítélni, hogy az éppen medencében lévő vendég az éppen élettárs, barát, rokon, vagy pedig idegen, és ugye ott is a másfél méteres távolság betartása az üzemeltetők feladata, tehát szerintem mindenki nagyon sokat gondolkodik azon, hogy milyen módon lehet az életszerűséget, a normál használatot, és egyébként a higiéniai szabályok maximális betartását egyensúlyba hozni. Még egy apró gyakorlati kérdést hadd tegyünk fel. Ugye zárt terekben vannak általában a büfék, vagy vannak zárt terekben ugye büfék. Azt tudjuk, hogy most az ember elmegy ugye vásárolni, akkor maszkot kell viselni. Azok a fürdőzők, akik ott vannak és bemennek egy zárt térbe, vagy mondjuk ott vannak az öltözőben, ott mondjuk kell majd maszkot hordania, viselnie mindenkinek? Az öltözők vonatkozásában nincsen előírva a zárt térben a maszk használata. Én nem is gondolom, hogy a strandon ezt szeretnénk életbe léptetni. Nyilván, ha ilyen szabályozás születik, akkor be fogjuk tartatni. A büfék vonatkozásában pedig azt tudom elmondani, hogy mindenhol megoldjuk a szabad térben lévő büfé forgalmat, tehát hogyha netalántán itt Csillaghegyen például egy étterem üzemel, ott az étterem üzemeltetője ki fog települni annak érdekében, hogy ne zárt térbe álljanak sorba a vendégek, de természetesen a sorban állás kapcsán itt is be fogjuk tartatni a 2 méteres távolságot. Piktogramok lesznek felfestve pont annak érdekében, hogy megoldjuk a szabályok betartását. Lássa minden vendég azt, hogy hol van a 2 méter. Csak egy mondatban mondjál, mert arra nem válaszolt, hogy jegyet elektronikusan fognak venni a látogatók, vagy sorban állnak hajnaltól? Igen, igen. Online felületünkön hétfőtől megújul a honlap, és elektronikusan lehet jegyet venni. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy itt volt és elmondta. Fú, nagyon kemény történet, majd erről még beszélünk. Én is köszönöm szépen.